Ez egy jó mérkőzés volt, de úgy gondolom, hogy ha nagyszerű lett volna, akkor még szorosabb, akár még egy ide is lehetett volna. A részemről a második és a negyedik az, ami, hogyha azt gondolom, egy ilyen nagyszerű mérkőzésen az meg kell, hogy legyen. De úgy gondolom, hogy egy nagyon jó alap volt, mind hangulatilag, mind pedig már mindenkinek kellett ez a fajta mérkőzés így a felkészülés végére. De én úgy gondolom, hogy nagyon jól álltunk bele, nagyon jól kezeltük, és egy abszolút egy jó emócióval mentünk neki ennek a mérkőzésnek, és abszolút meg lett az eredménye. They played pretty good, fast team, and really surprised the way they played, and they gave us a good position, and I mean for us it was we didn't play in 1 month, so it was really good to get back at it and get ready for the tournament. Are you satisfied with your team performance? It was your first game together? Yeah, I mean, first game together. Normally we all play against each other, so we get to know each other a little bit more, and when the tournament starts on Friday, I think we'll be ready to go. And what about the atmosphere here? About the fans? Really good. Can't say enough about these fans. They love their team, and that's the only thing you can ask for. Yeah, it was awesome. The energy in here was unreal. These fans are great. So it was a very fun experience, and it was good to get a game in with the guys. When you woke up today, have you felt this feeling that you're gonna have a special night? No, I just tried just coming out here and playing hard and trying to do the right things. It was my first game in a month, so I was just trying my best to work with my line mates, get to the system, so it was awesome. Korábban ugye nagyon sokszor szó esett, hogy csak a kiállítás, azért ezt az egyet, amiből gólt se kaptunk, ezt nagyon aláírnánk a VB-n. Nyilván nem hiszem, hogy ilyen lesz majd a meccseken, de ezt aláírnánk. Abszolút, abszolút. Én úgy gondolom, viszont most oda is figyeltünk ügyesen. Nyilván azért megkapjuk a meetingenken elég rendesen az edzői stábtól ezeket a kiállításokat, és a fölhívják rá elég hangsúlyosan a figyelmünket ezekre. Én azt gondolom, hogy szépen lassan tanulunk belőle, és hogy a fókusz megvan, és hogyha tudjuk tartani a tempót, mindenkinek friss a feje, akkor okosan tudunk ezekkel gazdálkodni, és akkor nem lesznek buta bot kiállítások, vagy pedig olyan kiállítások, amiért mondjuk lekéstünk az emberről, és akasztottunk, vagy gáncsoltunk. Szóval azt gondolom, hogy ez egy abszolút jó felfogás volt ezen a téren a mai meccsen. A kanadaiak bemelegítettek téged a VB-re? Abszolút, igen. Ugye, hát sajnos rossz hírrel kezdődött a mai nap, hiszen Rajna Miklós kikerült a keretből, még a tegnapi edzésen sérült meg, mi ma tudtuk meg. Így mindenképpen te vagy az első számú kapus. El fogod bírni ezt a terhet, vagy ez pont pozitívan hat rád? Egyáltalán így a kis szigetetekre, a kis kapus szigetetekre, hogy hatott ez a rossz hír? Hát én egy pillanatosan gondolnám, hogy ez teher kéne, hogy legyen. Én igazából, amikor azt mondják, hogy meg kell menni, akkor védek igazából. Nagyon sajnálom, hogy ami kiesett, mert egy picit úgymond mélyen vágytam rá, hogy együtt lehessünk ott, azért mi múltunk elég hosszúra visszanyúlik, így, hogy együtt szerepeltünk csapatokba, vagy meg a válogatottba, szóval örültem volna, hogyha együtt lehetünk ott, és együtt írhatunk történelmet, megpróbálom nélküle, és hogy büszke legyen rám. Hamarosan már tényleg kezdődik a VB, hát hogy várjátok a nyitó meccset? Nagyon, nagyon várjuk, de abszolút, én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen jó lezárás volt, és egy jó felkészülés, hogy belekóstolhassunk abba, hogy mi fog ránk várni, mi áll előttünk, szóval én azt gondolom, hogy ez egy abszolút jó végszó volt így a felkészülésre.